Sziasztok, Viktor vagyok. Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Engedjétek meg, hogy röviden bemutassam magamat, illetve azt, hogy miről fog szólni ez a csatorna. Közel 10 éve foglalkozom megjelenítők professzionális kalibrálásával. Megjelenítők alatt a tévéket, projektorokat, monitorokat és egyéb mozgókép megjelenítő eszközöket értek. Végre elérkezettnek láttam az időt arra, hogy Magyarországon is elérhető legyen magyar nyelven egy olyan csatorna, amely valóban professzionális módon teszteli le az adott készülékeket. Mit értek professzionalitás alatt? Azt, hogy a tesztek során professzionális mérőműszereket, szoftvereket és egy bitperfect mintagenerátort fogok használni, ugyanis ezek elengedhetetlenek a tökéletes kalibráció során. Kalibrációs szoftverként a Portrait Displays Kalman Ultimate 2021-es verzióját fogom használni, amit a legnagyobb hollywoodi filmstúdiók is használnak. Azoknál a készülékeknél, amelyek támogatják az automata kalibrációt, a Kalman szoftver autókkal funkcióját használom, és megnézzük, hogy mennyire pontos eredmény érhető el vele, de természetesen ezután sor kerül egy manuális kalibrációra is a lehető legpontosabb eredmény elérése érdekében. A tesztek felépítése a következő sorrendet fogja követni. Kicsomagolás után bemutatásra kerül a készülék kinézete, formavilága, a rajta található csatlakozók típusa, száma és specifikációja. Bemutatom a távirányítót, a rajta keresztül elérhető funkciókat, a menürendszert, az operációs rendszert, és értékelem az általános felhasználói élményt is. Kalibrálás után megnézzük, hogy mekkora az adott készülék natív, valós, szekvenciális kontrasztaránya, vagy más néven on-off kontrasztaránya, illetve az ANSI kontrasztarányt is megvizsgáljuk, ami egy rendkívül fontos tényező. Megállapításra kerül kalibrált állapotban a készülék maximális fényereje, HDR, HDR, Dolby Vision képmódok esetén különböző méretű tesztáblák alkalmazásával, például 10%-os ablakminta használatával, amikor a képernyő csupán 10%-át fedi tartalom, illetve 100% méretű ábrával is, amikor a tartalom kitölti az egész képernyőt. Megvizsgáljuk, hogy mennyire pontos a készülék színvisszaadása a különböző szabványoknak megfelelően. Megállapításra kerül a szintérlefedettség REC 709, DCI-P3, BT2020 szinterek esetén. Ennél sokkal fontosabb tényező, hogy mennyire pontos a készülék színvisszaadása a köztes pontok esetén különböző szaturációs értékeket vizsgálva. A legpontosabb kép érdekében egy több mint 100 mintából álló color checker, vagyis magyarul mondva szín ellenőrző mintán is megmérettetésre kerül az adott készülék tudása. Megnézzük a panel uniformitását, más néven azt, hogy mennyire egységes a panel háttérvilágítása, színvisszaadása, akár több mint 20 különböző ponton mérve. Kalibráció után megállapításra kerül az RGB együttfutás, más néven szürke skála vagy fehér egyensúly, tehát a készülék színhőmérséklete, a gamma görbe pontossága HDR forrás esetén, míg HDR forrás esetén ezt EOTF görbének hívják. Azoknál a készülékeknél, melyek alkalmazzák a local dimming technológiát, speciális videó segítségével megállapításra kerül a dimming zónák száma, ezáltal pontos képet kapva arról, hogy hány zónából áll a panel háttérvilágítása. Megvizsgáljuk, milyen a készülék mozgás megjelenítése különböző tartalmak esetén. Kimérésre kerül az input lag és a készülék válaszideje is különböző felbontások és képfrissítések esetén, mely a gamerek számára egy nagyon fontos tényező. Megnézzük, hogy a készülék támogatja a PC módot, ha igen, akkor hogy teljesít monitorként PC-re kötve. A csatorna első tesztje szeptember folyamán fog megjelenni, és egy 65 szolos OLED TV lesz a főszereplője. Az, hogy pontosan melyik márka, melyik típusa, legyen mindenki számára meglepetés. Amennyiben tetszett a videó, kérlek, iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot, és oszd meg minél több emberrel, ezzel hozzájárulva a csatorna jövőbeli működéséhez és a tesztkészülékek biztosításához. Szeptemberben találkozunk. Sziasztok!